A sötétmezes vendég Michelinek előtt adódott az első komolyabb gólszerzési lehetőség, de Petrovic még szinte a gólvonalról menteni tudott. A következő hasonló módon kivitelezett vendégtámadás után megszerezte a vezetést a baranyai vendégcsapat, gyors tempóban lejátszott, pontos passzokkal, sok nyelven szólva szinte mattolták a feketék a hazai védelmet, miután Vajda finom érintésével landolt a majosi kapu bal alsó sarkába labda 1-0. A félidő hajrája is a Kozár Michelinné volt. Előbb Genzler kapus bravúrja kellett ahhoz, hogy ne kapjon a majos újabb gólt. Vonalvédekezésük mögé bejátszott labdából a Michelinné csatár azonnal zicserbe került, amit Hampuk nem hibázott el. Majos Kozár Michelinné 0-2 a félidőben. A hazaiakat sokkolta az utolsó percben bekapott gól, ennek tudható be, hogy a második félidő elején bemutatott rövid zárlat egy életveszélyesnek nevezhető hazadás Genzler rálőtte a rátámadó második gólszerzőre, és Hampuktól nem is pattanhatott volna máshová labda, mint a majosi kapuba. 0-3. Eldőlt a találkozó. És ahogy ilyenkor lenni szokott, éppen a meccs utolsó percében vezetett Michelinné kontra utáni sakmat helyzetből Kirchner beállította a végeredményt. Majos Kozár Michelinné a 22. fordulóban 0-4, ami persze a játék képe alapján túlzó különbség. Erőben és játékban rendben volt őszi önmagához képest stabilabbnak tűnő majosi csapat, de megint a régi lemez forgott. Tehát ez a csapat nem az őszi csapat. Akár az, hogy a sérültek, fölépültek, meghatározó játékosok, annak, hogy ugye a Lizák megsérült megint hétközben, de úgy gondolom, hogy a Nagy Norbi, a Lednecki, és már a Szejler is, az újonnan igazolt Lok Petinek a szerepvállalásával biztos, hogy jobbak leszünk. Még várat magára az első győzelem, de ez azért egész más képet mutatott ez a mérkőzés, mint az őszi bármelyik. Erőbe, gyorsaságba, játékba is egába voltunk. Helyzetkihasználásban nagyon nem. A 4-0-ás vereség a vendégek edzője szerint is nagyon túlzó. A játék az kiegyenlített volt, azt gondolom, hogy a 40. percig, viszont az ellenfél agilisabb volt. Nagyon jókor rúgtuk a gólokat, az már megváltoztatta a játék képét. Utána se volt könnyebb a mérkőzés, de már azt gondolom, hogy a csapat belül már jól lemenedzselte, már több terület volt, több lehetőségünk volt a gólszerzésre. Ezekből fél időnként 2 gólra váltott a baranyai csapat, amely nem elégszik meg a 7. helyen, tavasszal még feljebb szeretne lépni az MB3 középcsoportjában.